A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Új útja van Székesfehérvárnak, jó napot kívánok! Ma az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselőjével, pontosabban Tóváros, Őrhalmi Szőlők, Sóstó és Alsóváros önkormányzati képviselőjével beszélgetek a költségvetés után. Köszöntöm a stúdióban Mészáros Attilát. Jó estét kívánok! Az egyik legfontosabb dolog a déli összekötő út átadása, ami a napokban fejeződött be. Egy nagy happening történt vasárnap, amikor is sportolók, illetve gyerekek, biciklisek, futók vették birtokba ezt az utat, és hát hétfőtől már május 7-től, ha jól emlékszem, az autósok is birtokba vették már ezt a területet, úgyhogy lehet közlekedni az összekötő úton. Nagyon sokan várták ezt, főleg az Őrhalmi Szőlők területén. Valóban az elmúlt években szerencsére nagyon sok mindenre büszkék lehettünk a választókörzetben, elég ha csak Sóstóra és a megújult környezetére gondolunk, de azt gondolom, hogy a közlekedés tekintetében ugyanúgy vártunk már egy alternatív lehetőségre, hiszen ennek a nagy városrésznek és gyakorlatilag Fejér megye déli részének egy bevezető útja volt eddig, ez a Széchenyi és a Sárkeresztér úton keresztül lehetett megközelíteni a város többi részét, ezzel a déli összekötő úttal pedig most már az Őrhalmi Szőlők alsóvárosból más városrészeket is könnyebben meg lehet közelíteni, és nyilván a belsőbb részek így pedig tehermentesülnek, akár a Széchenyi-Horváth kereszteződésre, ha gondolunk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ennek a fejlesztésnek a megvalósulásához. Nem volt egyszerű sem a tervezés, sem pedig a kivitelezés, hiszen két vasúti felüljárót kellett építeni, ugye több mint 4 kilométer hosszú utat, ehhez kapcsolódóan természetesen a közvilágítás, csapadék elvezetést, és hát egy új kerékpárút is megvalósult. Úgyhogy nagyon fontos fejlesztés volt, és hát valóban vasárnap még a kerékpárosok, rolleresek és az egyéb kétkerekű járművekkel érkezők használhatták, aztán hétfőn pedig 9 óra környékén az utolsó akadály is elhárult, így megindulhatott a forgalom. Már úgy láttuk a hétfői napon is, hogy sokan használták ezt az utat. Én bízom benne, hogy mindenki örömére. Ezután is szeretném megköszönni a Juharfa utca és környékén élőknek a megértését, türelmét. Nem volt egyszerű az ő számukra sem ez a beruházás, de azt gondolom, hogy ezzel a beruházással az ő környéküknek is a forgalma az csökkenni fog, hiszen egy belső úthálózat forgalmi rend átalakítás történt, és reméljük, hogy a következő években pedig a környékbeli 5 kisebb utca is megújul. A tervek az idejében elkészülnek, és költségvetés forrás függvényében tudjuk majd a nyárfa, fenyőfa, házfa, tölgyfa és diófa utcákat is megüteni jövőben. Tehát akkor ott az Őrhalmi Szőlők területén nem áll meg a munka a déli összekötő elkészültével, hogyha jól értem, és ezek még a 2023-as esztendőre értendők? A tervek az idejében elkészülnek, és azt követően pedig fokozatosan haladva, költségvetési forrás függvényében tudjuk majd ezeket a kisebb utcákat felújítani. A polgármester úr említette már a Sóstó rehabilitációját, ott is van még olyan teendő, ami nem fejeződött be, bár a Vadvédelmi Központ is elkészült, és most már az egyéves születésnapját ünnepelte, és hát nyilván a Sóstó természetvédelmi területet is használjuk, ott a stadion is, de miért nem ért még véget? Mi van még ott? Valóban azt gondolom, hogy nagy hálával tartozunk a kormánynak, amely most már 2013-ban született meg itt Székesfehérváron, az a kormánydöntés, hogy a Sóstó rehabilitáció és a stadion felújítása megvalósulhat. Ekkor mintegy 22 milliárd forint keretösszeget kapott a város, és hát jól gazdálkodtunk, mert még néhány 10 millió forint maradt a végére. Nehéz elkölteni? Mindent el tudunk költeni, hiszen nagyon-nagyon sok minden valósult meg szerencsére ebből a
forrásból, hiszen nyilván a teljes Sóstó rehabilitáció, a Sóstó összes környező utcájának felújítása, parkolók építése, közvilágítás fejlesztés, tehát nagyon-nagyon sok minden valósult meg. A vadvédelmi központ is létrejött, és valóban fantasztikus, amit a kollégák tesznek nap mint nap azért, hogy betöltse ez azt gondolom, hogy európai szinten is egyedülálló központ a küldetését, és hát Sóstó pedig fantasztikus. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szeretik a székesfehérváriak is, és akik ide látogatnak, úgyhogy ott is folyamatosan fejlesztünk az idejében, ugye nagyon sok új táblával gazdagodott Sóstó. Mindig vannak a tanösvényen is meglepetések, mindig más egy kicsit, nem csak a természet miatt. Valóban a kollégák szinte minden évben készülnek egy-egy újabb kisebb fejlesztéssel, hogy akik kilátogatnak, azok újabb ismereteket tegyenek meg. Ugye néhány héttel ezelőtt avattuk a méz szövetséggel, méz egyesülettel közösen a beporzóknak a rétjét, újabb fejlesztések valósultak meg Sóston, és hát még mindig maradt néhány 10 millió forint, ez pedig nyilván itt az energiaválság okozta problémák csökkentésére, napelemre költjük majd az idei évben. A vadvédelmi központ tetejére, illetve a stadion tetejére is napelemet fogunk tenni, és ezekkel a beruházásokkal most már talán pénzügyileg is le tudjuk majd zárni ezt a nagy fejlesztési csomagot, de ez nagyon sok-sok 10 millió forint megtakarítást fog ezek a napelemek jelenteni a város költségvetésében. A kivitelezés az mikor kezdődhet, és mikorra fejeződhet be a napelemek tekintetében? Legutóbbi közülés írta ki a közbeszerzési eljárást a napelemek telepítésére és beszerzésére, és bízunk benne, hogy az őszi időszakban kivitelezésre kerül és felkerülnek ezek a napelemek. Értelemszerűen ez a nagy lehetőség majd jövő tavasszal és nyáron fog majd sokat jelenteni a megtakarításban, de addig is azt gondolom, hogy ha olyan enyhe tél lesz, mint az előző ebben, azt gondolom, hogy mindenki reménykedik, akkor már talán ez idén is fog megtakarítást jelenteni. Ezek voltak a nagy beruházások, bár intézményfelújításokról még tudunk beszélni a Tóvárosi iskola és óvoda tekintetében, ott milyen munkálatok zajlanak, mikor, meddig és mennyibe kerülnek? Valóban az elmúlt években a hosszítatéri óvodára költöttünk sokat, ott nyílászáró cserék, villamos felújítások, udvarfelújítás történt. Az idejében a Tóvárosi óvoda kap majd mintegy 30 millió forint értékű fejlesztést. Itt a konyhában kell sok-sok mindent megvalósítani, az, hogy körülményeket méltó módon tudjuk biztosítani a konyhai előkészítés számára, illetve a terasz és az udvar egy részén lesznek felújítások. Ugye ott korábban ott is megtörtént a nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, úgyhogy szerencsére sokat léptünk előre a két óvoda felújítása tekintetében is. A Tóvárosi Általános Iskola tetejére pedig szintén napelemek kerültek. Ugye ez a nagy 15 intézményes csomag felújítás része volt, amelyben sok-sok intézmény kapott napelemet, illetve néhány épület pedig hőszigetelést és nyílászáró cserén is átesett, illetve folyamatban van, hiszen például a Sziget utcai Általánosiskola és a Munkácsi Általánosiskola is ebből a keretből újul meg. Ezek a fejlesztések még folyamatban vannak, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind az energiafelhasználás csökkentését fogják majd szolgálni a jövőben. És a lakosságot leginkább érintő kérdésekről is beszéljünk a körzetben. Parkoló, járda, ezekre mindig van igény, és gondolom, hogyha találkozik az ott élőkkel, akkor mindig más szeretnének. Mi ebben az esztendőben a konszenzus, mire jut forrás ebben az esztendőben? Valóban az idejében is szerencsére sok millió forintot tudunk költeni a körzetben kisebb fejlesztésekre, beruházásokra. Az Őrhalmi Szőlőkben két ilyen fejlesztés is lesz. Az egyik a Körte utcában a közvilágítás bővítését fogjuk majd megvalósítani az idejében, hiszen ott korábban csak az utca első részében került kiépítésre a közvilágítás, úgyhogy ezt most az utca teljes hosszában megvalósítjuk majd, illetve korábban már elkészült az Őrhalmi Szőlők forgalomcsillapítási terve, hiszen ott lakópihenő övezett a teljes Őrhalmi Szőlők területe. Ugyanakkor nyilván a 20 km/h sebességet és a jobbkész szabályt nem mindig tudják
betartani az arra járók, nem is az ott élők, hiszen ők azt gondolom, hogy már most már 10 év alatt megszokták, hanem az odaérkezők, úgyhogy ebből sok, mondjuk úgy, hogy közlekedési konfliktus alakul ki, azért előfordulnak koccanásos balesetek és egyéb más feszültségek is, ezért néhány helyre forgalom csillapító eszközöket tervezünk majd kihelyezni. Az első ilyen fog majd az idejében kikerülni a Hallom utca, Szőlő utca kereszteződésében egy nagy forgalomcsillapító pódium kerül ki. Bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szabályokat jobban be tudják tartani az őrhalmi szőlőkben élők, illetve az ideérkezők, azt gondolom, hogy ez valamennyiünk érdeke. Emellett Tóvároson folytatjuk a járdafelújítási programot, ugye a hosszasított térrel tavaly évben teljesen végeztünk mindkét oldalon, illetve a toronysor 1-2-nél újítottuk fel a járdát, az idejében folytatjuk a 3-4, a toronysor 3-4-nél valósul meg a járda felújítás, tervezünk még több. Komplett sétány lesz akkor ott a Tóvároson, vagy Toronysoron? Igen, ezt szeretnénk folytatni. Ugye a Tóváros több részén is tervezünk, ugyanakkor fontos, hogy ahol tudunk, próbáljunk meg parkolót bővíteni, hiszen értelemszerűen bár igen szellős és szép, zöld és nagy a tóvárosi lakónegyed környezete, ugyanakkor hát itt is komoly parkolási problémák vannak. A Tóváros 9-13 környékén van a legrosszabb helyzet, hiszen a lakásokra alig jut parkoló. Itt szeretnénk az idejében, amennyiben meg tudjuk valósítani, 7 parkolót biztosítani és bővíteni a parkolási lehetőséget. Itt minimális zöld felületet fog majd érinteni ez a fejlesztés. Emellett több lakó is megkeresett azzal, hogy a toronysor melletti sétány, amely szerencsére az elmúlt években nagyon szépen megújult, ott most a sportpálya van nagyon rossz állapotban, és sokan szeretnék használni, úgyhogy megvizsgáljuk, hogy ennek a felújítási lehetősége meg tud-e történni. Nyilván felmérik a kollégák, és utána döntjük el, hogy az idei keretbe belefér-e. Ezek voltak a rövid távú fejlesztési tervek, hosszú távra mit szeretnének a lakók, milyen jelzések érkeznek az önkormányzati képviselőhöz, és hát milyen fejlesztési koncepcióval indulnának neki a következő évnek vagy éveknek? Hát alapvetően azt gondolom, hogy nyilván picit más kérdések merülnek föl a lakótelepi részen és más a kertvárosi részen. Nyilván azért a forgalom csökkentés és csillapítás mindkét helyen fontos. Nyilván azért a Tóváros lakókörnyezete, mint ugye ott a város legnagyobb általános iskolája itt található, úgyhogy itt a reggel és a délutáni forgalom az igen magas. Ezt próbáljuk majd meg orvosolni egy távolabbi tervben, hogy egy eddigi zsákutcát kinyitunk a Balatoni úti körforgalomba, és ezzel talán egy kicsit a keresztirányú forgalmat tudjuk majd csökkenteni. Erre a tervek készülnek, nyilván majd a lakókkal egyeztetünk, és azt követően, amennyiben lesz majd rá forrás, ezt meg tudjuk valósítani. Tervezünk több parkolót is, itt minden esetben a lakóközösséggel fogunk egyeztetni, hogy a lakók többsége az előttük lévő területen szeretne több parkolót, vagy nem. Amennyiben igen, akkor értelemszerűen a forrást ütemezetten fogjuk tudni majd biztosítani. És hát értelemszerűen alsóvárosban és az őrhalmi szőlőkön pedig a forgalomcsillapítás és az átmenő forgalom kiszűrése, ami fontos. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az úgynevezett Tósan körforgalom megépüljön. Most azért látunk arra lehetőséget vagy esélyt, hogy ez a következő néhány évben megvalósuljon. Ez jelentős terhet és illetve segítséget jelentene az itt élőknek, hiszen azért akár péntek délután, akár azért hétköznap délután is az M7-es felé a kivezető oldalon igen nagy a forgalom, és nem hát azért, és azért látjuk, hogy azért sokan megpróbálják mondjuk úgy kikerülni ezt a forgalmat, és a belső kis utcákat használják erre, aminek persze értelemszerűen az ott élők kevésbé örülnek.
Úgyhogy amennyiben a körforgalom megépül, akkor nagyobb áteresztő képessége lesz, és talán a forgalom is csökkenni fog. Úgyhogy most ezek a legfontosabb kérdések, amelyeket felém irányúznak az ott élők. Igyekszünk ezeknek is megfelelni. De hát természetesen aztán az apróbb kérdések, hogy egy-egy padot, szemetest, vagy kisebb fejlesztéseket tudjunk megvalósítani. Természetesen a még talán ennél is távolabbi jövő lesz majd a déli összekötő út környékének a fejlesztése, hiszen ott egy új városrész alakulhat ki, ugye egy nagy 500 hektáros terület tárult most föl ennek az útnak a megépítésével, úgyhogy ott biztosan az önkormányzat bevonásával. Szóval azt gondolom, hogy nekünk kell meghatározni, hogy mely területek lehetnek azok, ahol építési telkeket lehet majd kialakítani, melyek azok, amelyeket szeretnénk mondjuk úgy, hogy városi szövetben kicsit a zöld környezetvédelem számára is megtartani, hiszen ott azért van egy rész, ami egy kicsit ilyen mocsaras, záportározós terület. És hát nyilván, ahogy épül, úgy kell majd egyéb szolgáltatásokat is ide hozni. Előbb-utóbb azt gondolom, hogy intézményekkel is bővül majd ez a terület, de hát azért ez egy 5-10-15-20 éves folyamat része lesz. De azt gondolom, hogy egy fontos lehetőség az, hogy most gyakorlatilag nulláról egy zöldmezős beruházásként tud majd egy új városrész felépülni, úgyhogy ennek a szabályozottságán pedig sokat tud az önkormányzat segíteni. Mészáros Attila önkormányzati képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Köztér, kedves nézőink, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk, és a legközelebbi műsort is nézzék meg. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.